Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Budapesti Korvinus Egyetem tanára. A műsor támogatója Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ha kell, amerikai fegyverek nélkül is megvívja a gázai háborút Izrael, ezt mondja a miniszterelnök, Amerika pedig azt mondja, hogy támadó fegyvereket nem fog a továbbiakban adni, a védekező fegyverekről továbbra is ellátja Izraelt. Mit változtatott az amerikai-izraeli kapcsolatokon a terrortámadás, meg az utána következő izraeli hadművelet Gázában? Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Hát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok, ugye egyrészt készülve az elnök választása, ami nem egy elhanyagolandó szempont, megpróbálja az Egyesült Államok befolyását fenntartani a közel-keleten, miközben egyébként fő külpolitikai prioritása az inkább Kína és a kelet-ázsiai térség. Washingtonnak most az a kimondott célja jelen pillanatban, hogy Szaudarábiával arábiával tető alá hozzon lehetőség szerint egy háromoldalú megállapodást, amelyben Szaudarábia arábia csatlakozna az Ábrahám egyezményekhez, és ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok egy védelmi paktumot szeretne Szaudarábiával arábiával kötni. De ennek körvonalai most jelentek meg az elmúlt napokban. Pontosan tudjuk, hogy ezt október 7 -e előtt már napi volt ez a kérdés, tehát a terrortámadás előtt a tavalyi esztendőben, azonban most felgyorsultak az egyeztetések, és még egyszer Washington azt szeretné elérni, hogy Izraelt valamelyest visszafogni, hogy lehetőség szerint egy szaudi izraeli megállapodást tető alá lehessen hozni. ennek az a jelentősége, hogy Iránt ezzel sokkal jobban marginalizálni lehetne a térségben, tehát Washington annak a válasza az elmúlt heteknek az iráni támadására, amerikai érdekeltségek, illetve izrael szemben az, hogy tovább kell fokozni az elszigeteltségét. Egyébként május 1-én Irán legfőbb vezetője, Ali Khamenei egy nyilatkozatot adott ki, amelyben már bírálta Szaúd-Arábiát, hogy készül egy ilyen megállapodást aláírni hogy miért fontos ez a megállapodás Washington számára. Azért fontos, mert egyrészt azt gondolom, hogy prioritás Washington számára, hogy ne Kína vegye át az Egyesült Államok szerepét Szaúd-Arábia biztonságának szavatolásában, a védelmi iparban, és megőrizze ebben az értelemben az Egyesült Államok a, a szerepét, és hát különösen ugye vannak olyan területek, amelyekben célszerű lenne Kínát távol tartani, ez mesterséges intelligencia, félvezetők, szuperkomputerek, tehát ezek a kritikus technológiák, amelyek kulcsfontosságúak, és azt reméli Washington, hogy tovább értékesíti a fegyvereket, és cserébe pedig elismeri várhatóan Szaúd-Arábiának a nukleáris programját. A probléma az, hogy a szaudiak azt követelik meg természetesen, hogy valamilyen formában a palesztin kérdés a két államos megoldás keretei között rendezzék. Ezért azt gondolom, hogy elég nehéz lesz keresztül vinni ezt a megállapodást. Izrael képes saját maga befejezni ezt a műveletet, vagy ez egy hatékony nyomásgyakorlás az amerikaiak részéről, hogy nem adnak támadó fegyver. Hát én azt gondolom, amiről itt szó van, ez a 900 kg súlyú nehéz bombák, amelyeket, hogyha lakott területeken bevetnek rafákban, annak katasztrofális humanitárius következményei lesznek. Én azt gondolom, hogy ezek nélkül is végig tudja vinni Izrael katonailag ezt a háborút. Ez sokkal inkább egy diplomáciai nyomásgyakorlás, amely egyébként felbosszantotta az izraeli vezetést jelentős mértékben. Lényegében Washington szeretné megelőzni azt, hogy a Rafaki hadművelet az elinduljon. A jelenlegi eseményeket, amelyek Rafakban zajlanak, az Egyesült Államok még nem látja úgy, hogy ez átlépte volna Izrael a vörös vonalat. Ugye a határátkelőt foglalták el az elmúlt napokban, de a nagyobb arányú izraeli szárazföldi offenzíva még várat magára, azt gondolom, ebben a térségben. Egyébként nem régiben nyilatkozott az Egyesült Államok Izraeli nagykövete, aki magyarázta Bidennek ezt a lépését, és azt mondta, hogy ne értékeljük túl ezt a dolgot, hát egy szállítmánynak a visszatartásáról van szó. Ha megnézzük, október 7-e óta jelentősen megnőtt az Izraelnek nyújtott katonai segélynek az aránya és hogy valójában mindez nem változtat azon a, az alapvetésen, hogy az Egyesült Államoknak fő stratégiai partnere a térségben Izrael állam. Tehát azt gondolom, hogy valóban van egyfajta nyomásgyakorlás, az is látszik, hogy, hogy önmagában ez nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy megelőzzék ezt, ez egy összetett Izrael dilemmákkal néz szemben jelen pillanatban, és hát Washington pedig értelemszerűen szeretné a befolyását fenntartani a térségbeli államok fölött, amely hát nem teljesen működik azt De látjuk. Arabia-nak érdeke volna ez a megállapodás, vagy azért támasztja a két államiság feltételét, mert tudja, hogy lehetetlen, és ebből ez egy taktikai állítás számára. Hát, hogy az Ábrahám egyezményeket be és aláírja, ez inkább Izraelnek az érdeke, és inkább Washingtonnak az érdeke. Ugye Washingtonnak két szempontból is, egyrészt, hogy hát azt az Ábrahám egyezményeket, amit végül is a Trump adminisztráció elkezdett, ki lehessen bővíteni, így Washington jobban tudna fókuszálni a Kína problémára. Másrészt meg azt is mondják, hogy ez egy eszköz, hogy a kongresszuson keresztül menjen ez a megállapodás, mert hogyha nincs Izrael nem részes ennek akkor a Biden adminisztráció attól tart, hogy ez akár megbukhat egy kongresszusi szavazáson ez a, a, dokumentum, tehát egy eszköz is egyben, hogy tovább vigyék. Hát Izraelnek pedig ez egy stratégiai kérdés. Tehát Izrael most ugye egyfajta választás előtt van, tehát tovább vinni ezt a Rafaki hadműveletet, és ezzel még inkább elszigetelődni, vagy esetleg valamilyen formában egy regionális együttműködésben, diplomáciában elköteleződni, amelyben bizony háttérbe kell szorítani a jelenlegi katonai hadműveleteket. Arra van magyarázat, hogy a szaudiak miért a két állami megoldást hozzák be az Ábrahám egyezmények megkötésében, mikor azokról azt tanultuk, hogy azokban a palesztin kérdés csak érintőlegesen volt beleírva. Így van, tehát az Ábrahám egyezménynek ez nem volt része. Ö, ott azt lehet mondani, hogy inkább hallgatólagos egyeztetések voltak a háttérben, és egyébként azóta sem az aláíró arab országok október 7-ig nem nagyon emelték fel a szavukat a palesztin kérdés vonatkozásában. De már október 7 előtt, amikor a szaudiak tárgyaltak erről az izraeliekkel, ott már tárgyalasztalon volt a, a palesztin kérdés. Ö, egyébként függetlenül a, a mostani eseményektől, és hát azt gondolom, hogy miután jelenleg ugye a világban kialakult egy, egy jelentős ellentét ebben az izraeli-palesztin kérdésben, így Szaúd-Arábia, mint a térség vezetésére aspiráló ország nem nagyon hunyhat szemet jelen pillanatban a gázai események és a palesztin kérdés fölött, és hát mivel ugye a két államos megoldás az, ami hivatalosan a napi van, így nagyon nehéz mást javasolni. Nem beszélve arról, hogy 2002-ben született egy úgynevezett szaudi béketerv, amelynek Szaúd-Arábia állt az élén, és akkor az arab államok megállapodtak abban, hogy szeretnék a Két államos megoldást a 67-es határok mentén Kelet-Jeruzsálem fővárossal, amelynek hát legyünk őszinték, a, a realitása az nem túl nagy. Zárójelben hozzátenném egyébként, hogy az elmúlt napokban született egy béketerv az úgynevezett arab összekötő csoport részéről, amelyben többek között Jordánia, Egyiptom, Katár és még néhány állam vett részt, és egy nagyon hasonló tartalmú javaslatot tettek le. Tehát a két államos megoldás 67-es határok között kelet jeruzsálem fővárossal ezt a javaslatot Washington is elutasította De hozzáteszem. Izrael meg azt mondta, hogy ebben nem az van, amiről bármikor is tárgyaltak volna, és nincs is benne ebben a megállapodásban. Akkor ez mire való? Hát az Ábrahám egyezmények az alapvetően sokkal inkább arra való, hogy. Bocsánat, nem az Ábrahám egyezmények, hanem ez a béketerv, amit a, a legutóbb, még a múlt hétfői támadás ja. előtt mondták azt, hogy ez megvan, és utána indul a támadás, és erre mondta Izrael, hogy ez arra való, hogy a labdát áttolják izraeli oldalra. Hát lényegében igen, tehát ö, alapvetően ennek a megismétlése azért az azt mutatja, hogy egyrészt, hogy van egyfajta ö, arab egység ezzel kapcsolatban, viszont ö, az látható, hogy érdemi javaslat az egyik oldal felől sem érkezik, ami mondjuk a helyi jelenlegi realitásokat venné figyelembe. Egyébként ebből a szempontból Izraelből szivárok ki egyfajta javaslat jelen pillanatban, amit hivatalosan nem tett közé egyelőre a Netanyahu adminisztráció. Ez arról szól, hogy tíz évre tervez Izrael a gázai vezetben maradni. Körülbelül egy-két évet vesz ebből igénybe a Hamasz elleni háborúnak a megvívása, és az ezt követő nyolc évben azzal számol, hogy valamilyen jellegű külső segítséggel tartaná fenn Izrael a szuverenitást, nem kizárva azt, hogy akár szaudi eménségek, egyiptomnak valamilyen segítségével, de izraeli szuverenitás alatt maradna a gázévezet, és ez a javaslat, ez tíz év elteltével tenné fel a kérdést a gázévezet lakosainak, hogy csatlakozni kívánnak-e a nyugati parthoz, egy ott működő adminisztráció alatt. Ez jelen pillanatban egy homályos minden esetre azt jól mutatja, hogy Izrael itt egy hosszú távú jelenléttel számol a gáz évezetben jelen pillanatban. Azt lehet bárhonnan tudni, hogy az első két évet, hogy képzeli Izrael, az most egy betontörmelék halmaz fertőző betegségekkel, vízhiányjal és nagyon sűrű halállal. Mi lenne az első két év? Hát ez meglehetősen homályos, ugye pár hónappal korábban Netanyahu közzétett egy egyoldalas alapelveket, mondjuk úgy, amelyben annyi szerepelt, hogy a palesztin hatóságot a jelenlegi formájában teljes egészében kizárná az adminisztrációból, természetesen a Hamaszt és az egyéb radikális szervezeteket még inkább, és hogy segítségül hívna olyan palesztin személyeket, szervezeteket, akik tehát függetlenek, de valamelyes kiáratosak az adminisztrációban, meglehetősen homályos, hiszen nem nagyon vannak ezen szervezeteken kívül olyan palesztinok, akik függetlenek lennének, és hát ami nagyon nem világos, hogy a nyugati parttal kapcsolatban milyen tervek körvonalazódnak, hiszen ugye miközben mi elsősorban a gázévezetre figyelünk, azt látjuk, hogy folyamatosan növekednek a, az indulatok, a feszültség mind palesztin, mind izraeli oldalról a nyugati parton. És ne felejtsük el, hogy a mai napon egyébként május 13-án ugye az emlékezés napja van Izraelben, amikor a terrorizmusban elhunyt áldozatok emlékéül e, hát állítottak napot, ez minden évben megemlékeznek erre a napra, és holnap pedig a függetlenségi ünnepségekre kerül sor ennek a jelenlegi eseményeknek a, az árnyékában, tehát már most ugye vannak ezzel kapcsolatban tüntetések, hogy az á, a túszok azok még mindig a Hamasz fogságában vannak. Tehát az, az nagyon nehéz kérdés, hogy végső soron valakinek a, a szemetet el kell vinni az utcáról, ez egy elég profánul hangzó dolog a közel-keleten, de emlékszünk rá, amikor az arab tavasz követő években Irak, Szíria, Jemen lényegében szétesett, és hát alapvetően az volt a kérdés, hogy a rendet valamilyen formában az kés hogyan teremti meg, Hát sajnálatos módon ugye a közel-kelet néhány államában az iszlám állam volt az a szervezet, amelyik ezt a rendet megteremtette. Jelenleg ez ugye nyilvánvalóan kizár, de azt gondolom, hogy nem menjünk annyira előre, hiszen hát Izrael is elismeri, hogy jelenleg a Hamasnak még hat serege, zászlója működik a gázévezetben. Ebből négy rafakban, kettő a gázévezet északi részén, és hát ugye a Hamas közé tett az elmúlt napok ahogy fogalmaztak, hogy ez nem lesz egy piknik, hogyha Izrael bevonul a Rafaki területre, tehát azt gondolom, hogy azért a Hamas felszámolását nem sikerült elérni, és bár, ha bár katonai szempontból meggyengült, és meg lehet gyengíteni, de az ideológia utánpótlása az ott lesz a háttérben az elkövetkezendő egy-két vagy tíz is, és én azt gondolom, hogy ez az, amivel kevésbé nézett szembe jelen pillanatban Izrael, és hát nem is beszélve arról, hogy ott van a Hezbollah, Szíria, a Irán, a Húszék, tehát hogy a tágabb eskalációs folyamat, amelynek az elmúlt hetekben szemtanúi lehettünk. Arról van Izraelnek képe, hogyha nem a Hamas, akkor az a palesztin emberek milyen hatóságot fogadnának el maguk fölé, amely például megszervezi az egészségügyi ellátást, a szemétszállítást, hogy a csapból folyjon víz. Hát részről az elmúlt években mondhatjuk így, azért volt gondolkodás ennek kapcsán, és hát tudunk említeni olyan palesztin vezetőket, akik viszont nem függetlenek a jelenlegi politikai hatalomtól, hiszen nem nagyon van ilyen, tehát történelmileg nem, nem lehet független embereket találni. Ugye sokáig szó volt arról, hogy például Mohamed Daklan, aki kötődik az emírségek, Hez, hogy az Ábrahám egyezmények hatására ő lehet az, és majd Abu Dhabi esetleg a fatakhoz kötődik, és, és majd Abu Dhabi segíti az ő hatalomra kerülését. Tehát az biztos, hogy a jelenlegi palesztin emberek elégedetlenek azzal a hatalommal, amelyet a palesztin hatóság Mahmoud Abbas testesít meg, és egyébként az október 7 i események előtt a Hamasznak a támogatottsága sem volt túl magas, kutatási adatok szerint. A Hamas támogatottsága valószínűsíthetően megnőtt a gázai vezetben a jelenlegi események hatására, viszont ez nem igaz a palesztin hatóságra és Mahmoud Abbaszra. Egyébként az elmúlt egy-két hónapban két figyelemreméltó eseményre is sor került. Először Moszkvában, majd nemrégiben Pekingben találkoztak a két rivális politikai erőnek a vezetői, a Fataknak és a Hamasznak a vezetői, amely azt mutatja, hogy itt a két országnak azért van némi befolyása az itteni eseményekre. Ugye Kína egy nyilatkozatot tett közzé, amelyben azt mondta, hogy hát számukra fontos, hogy legyen egy palesztin egység, és hát a Kína hivatalosan az továbbra is a két államos megoldás, és hát nagy mértékben ugye elítélik a jelenleg gázévezetben folyó izraeli támadásokat. Tehát ezekre is érdemes odafigyelnünk. Habár azt látni kell, hogy amikor ilyen palesztin kormány létrejött, akkor ez általában nagyon rövid ideig tartott, de nyilvánvalóan ez egy lehetőség, amelybe egyébként Izrael biztosan nem fog beleegyezni, hiszen jelen pillanatban Izrael sem a Hamaszt, sem a Fatakot, sem a Fatak fölött álló palesztin felszabadítási szervezetet nem tekinti tárgyaló partnerének. Más palesztin politikai erő pedig hát a kettőn az ernyőszervezeten szervezeten és a Hamaszon kívül hát nem igazán van. De Izraelben most egy háborús egységkormány van. Ez teljesen együttetően nyilatkozik a Megoldási lehetőségekről, vagy ki lehet belőle hallani a politikai különbségek miatt más-más megoldási módokat? Hát én azt gondolom, hogy igen, ha bár ugye Netanyahu mindig hangsúlyozza, hogy együttetűen döntöttünk így vagy úgy, de azért két irányból éri kritikák Netanyahut. Egyik ez a szélső jobb oldal, ez a Ben gvir Smotrich, akik ennek a kormánynak a, a tagjai, ők egy jóval komolyabb fellépést szorgalmaznak, tehát azért bírálják lényegében Netanyahut, hogy nem kell leállni tárgyalni a túszok kérdéséről, egyszerűen túl kell lépni ezen, fel kell foglalkozni, fognak sajnos ennek a háborúnak a, az áldozatai, és meg kell semmisíteni teljes egészében a Hamas bármilyen áron is, még akkor is, hogyha ennek Izrael nemzetközi mídzsére negatív következményei lesznek. A másik oldalon pedig ott van Benny Gantz, aki sokan mondják, hogy akár a következő kormányfő is lehet, ő pedig hát az Egyesült Államokkal való kapcsolatokat komolyabban venni, tehát odafigyelne ezekre a kritikákra, és hát láthatóan ő egyfajta békülékenyebb hangvételt üt meg, és azt mondja, hogy, hogy hát fokozatosan, de, de a politikai elképzeléseket kellene előtérbe keríteni. Ugye ennél részletesebb nyilatkozatok, mivel egy egységkormány van, nem láthatnak napvilágot, hiszen abban a pillanatban szétesne az egységkormány. De ugye Benny Gantz azt is mondta néhány hete, hogy szeptember előrehozott választásokat kellene kiírni Izraelben, Hát nyilvánvalóan látni kell, hogy a Netanyahu kormánynak s személyesen netanyahu érdekel, érdeke, hogy a konfliktus valamilyen formában elhúzódjon, hiszen ez a politikai hatalmának a meghosszabbítását jelenti. Egy esetleges előrehozott választások visszahozzák azt az időszakot, ami tavaly október 7 előtt jellemző volt Izraelben. Nevezetesen tüntetések vannak be a politikai kérdésekben, igazságügyi reform kapcsán, és hát éppen ezért ne Netanyahu próbál egyensúlyozni a két irány között. Ugye nem régiben az Al jazeera tiltották be, amelyel hát mutatja, hogy ő egy kemény kezű vezető, aki képes egy, egy háború közepette képes ilyen döntéseket hozni, amely bizonyos értelemben azért elfedi azt, hogy az eredetileg eltervezett katonai célok azért nem teljesülnek a gázai vezetben. Nevezetesen ugye sokat lehet arról olvasni, hogy a, a Hamas katonai szárnyának a vezetői, azok valószínűsíthetően nem is rafakban bujkálnak, hanem az övezet más területén, itt Jakia színvára Mohamed Deifre gondolok, akiket ugye nem sikerült kézre keríteni, ők tervelték ki az október 7-i merényletet, ugye a harmadik vezetőt, a, a helyettes katonai vezetőt sikerült Mohamed Issát megölni, és hát ez is ugye ott van azon a listán, amelyet végső soron Netanyahu megígért, de nem teljesített. Miből lehet ezt megállapítani? hogy a sokat próbált izraeli emberek, az izraeli közvélemény, az mit akar most? Hát én azt gondolom, mint minden ember alapvetően békét, tehát ne felejtsük el, hogy itt több mint 200 napja mennek a, a hadműveletek, és, és hát ebben azért nagyon sok család érintett, ugye tartalékosként nagyon sok ember behívtak október 7-e után, a túszok családjai azok ugye óriási szimpátiának örvendenek. De tehát... ők is békét akarnak, akinek ott van a fia meg a lánya? Tehát, tehát én, én azt gondolom, hogy az egyik oldalon mindenképpen ott van az, hogy, hogy valahogy véget érjenek a hadműveletek. De a másik oldalon viszont felmerül minden izraeliben a kérdés, hogy na de október 7-e után hát nem lehet visszatérni ahhoz a helyzethez, amelyben a gáz lényegében, azt lehet mondani, hogy, hogy Izraeltől, hát ha nem is függetlenül, de, de alapvetően a, a gázévezetet magára e, hagyták, ugye körbekerítették, és a, Hamas irányította, tehát ezt a modellt nem szabad megismételni, mert előbb vagy utóbb lényegében ez, ez újabb támadáshoz vezet. És éppen ebből adódóan nem lehet a mai izraeli társadalomnak idézőjelben eladni a két államos megoldást, azt lehet mondani, hogy amikor ez a 2002-ben a Roadmap nevű dokumentumban lefektetésre került, már akkor is csökkent ennek a támogatottság. Ugye 93-as oszlói megállapodás azért a 2000-es években a második intifádába sodródott át. Van egyfajta oszlói trauma mindkét oldalon egyébként, és én azt gondolom, ezt nem lehet visszatekerni az órát. Tehát ma a két államos megoldást abban a formában, ahogy az megfogalmazódott a 2000-es években, ezt elképzelhetetlen, hogy az izraeli társadalom támogassa. Sőt, tovább megy az Ábrahám egyezmények aláírása előtti egy-két évben, 2019-2020-ban az izraeli politika napi rendjén a nyugati part területének az annexiója szerepelt, és ez az anexiós javaslat az izraeli társadalom jelentős részének a támogatását élvezte. Ugye az Ábrahám egyezmények aláírása végett, a Netanyahu kormány akkor beleegyezett abba, hogy ideiglenesen nem hagyják végre ezt az anexiót, az ugye nem hangzott el, hogy ezt pedig függesztik fel, tehát ez volt alapvetően az izraeli elképzelés, és ez egyfajta támogatottságot élvezett Izrael területén. Én azt gondolom, ez nem változott, tehát magyarán szóval ennek a két államos megoldásnak a támogatottsága ez továbbra is alacsony, sőt, október 7-e még inkább megmutatta, hogy ha két, létrejön egy másik állam, akkor ez Izrael állam biztonságára fenyegetést fog jelenteni. Ha az izraeli társadalom a két állami megoldást nem fogadja el, van-e olyan B terv, amit egyébként elfogadna egyáltalán erről, van-e valamilyen vita Izraelben? Hát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban kevésbé. Ugye nyilván a B-terv az, az egy megoldás lehetne, ugye elméleti síkon, csak ennek hát az a problémája, hogy nagyjából ugye demográfiailag kiegyensúlyozott jelenleg a tágabb térségben a palesztin, illetve a sidó lakosságnak a, az aránya. Ugye ne felejtsük el azt sem, hogy Izrael állam lakosságának kb. 20%-a izraeli arab, két millióan vannak ugye nyugati part és gázévezet összesített lakossága több mint 5 millió fő, tehát itt demográfilag kiegyen és súlyozott viszonyok vannak. Hát ez egyrészt, ez az egy, egy állam, ez hogyan mondana, milyen formában, lenne ellentmondásban azzal az önmeghatározással, hogy Izrael magát a zsidó államnak nevezi, illetve hát nyilván demokratikus jogokat adni mindenkinek az is elképzelhetetlen, hiszen akkor a végén esetleg palesztin miniszterelnöke lehetne az országnak, ami teljes egészében kizárt. Tehát azt gondolom, hogy jelen pillanatban nincs, és a Netanyahu kormányzat kifejezetten arra építette a stratégiáját az elmúlt évtizedben, hogy fenntartani a Kód. Tehát ugye az volt a mondás, hogy mivel nincs tárgyalópartner a másik oldalon, Mahmoud Abbas semmilyen, a Hamas pedig egy terrorista szervezet, a nyugati part és a gázai vezet osztott lényegében hosszú távon az volt az elképzelés, hogy fent lehet tartani. Nyilván izraeli körökben, ami felmerül, az az, hogy a gázai vezet lakosságát valamilyen formában eltávolítani onnan, tehát ezt a 2,3 millió főt, különösen itt az említett izraeli kormányban szélső erők arról gondolkodtak, hogy esetleg valamelyik afrikai országba áttelepíteni őket. Ez eléggé hát meglepő, hogy ilyen gondolatok elő kerülnek a 21. században. Nyilván Izrael szeretné, hogyha Egyiptom megnyitná a határait, Egyiptom nem csak, hogy hallani sem akar erről, hanem éppen ugye Egyiptom nem régiben bejelentette, hogy támogatja Dél-Afrikai Köztársaságot a Nemzetközi Büntető Bíróságon a népírtással kapcsolatos izraeli vádakkal kapcsolatban, ami hát megint csak azt mutatja, hogy hát Izrael számára, ami alap volt 79 óta, az egyiptomi izraeli békeszerződés óta, hogy hát Egyiptom egy meghatározó szövetséges kormányzati szinten, még akkor is, hogyha az egyiptomi társadalom esetleg ezeket a kérdéseket nem így látja, és bizonyos értelemben egyfajta hideg béke alakult ki a két ország között de hát ez lényegében egy három oldalú együttműködés épült, amelyben Egyiptom, Izrael és az Egyesült Államok a háttérből támogatta mindkét országot. Most ez is megkérdőjeleződni látszik jelen pillanatban. Tehát nem csak a gázővezetre nincs terv, hanem jelen pillanatban, hogy említettem a nyugati parton, ugye egyre erőszakosabb eseményeket látunk. Olyan palesztin csoportok ütötték fel a fejüket az elmúlt egy-két esztendőben, amelyeket a palesztin nem tud kontrollálni. Másik oldalon pedig a, a, ezek a csoportok nyilván izraeli telepesekkel és izrael szemben hajtanak végre támadást. A másik oldalon pedig hát az izraeli telepesek számos radikális csoportját ma már az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankcionálja. Tehát jelenleg, és az amerikai külügyminiszter is azt mondta az elmúlt napokban, hogy sajnos Izraelnek mintha nem lenne jelenleg terve azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Pedig azt gondolom, ez azért is kulcsfontosságú, mert Izrael pozícióját fogja a tágabb térségben meghatározni, amelybe egyébként pozitívan elindult az integrációja a 2020-as Ábrahám egyezményekkel. Az Ábrahám egyezmények résztvevőinek továbbiakban érdeke, hogy Izrael integrációja erősödjön, vagy látják most a gázai műveletet, és inkább hátralépnek? Hát azt gondolom, rövid távon nem kedvez, viszont mindenképpen itt, a, ha abból indulunk ki, hogy van egy átalakuló világrend, amelyben az Egyesült Államok Kínára fordítja a figyelmét, ez mindenképpen azt húzza alá, hogy fontos izrael való további együttműködés. Tehát itt különösen az emírségeket emelném ki, Jordániát, tehát például amikor Szaudarábia megpróbált tavaly novemberben egy riádi csúcs találkozón egy komoly komolyabb csomagot összeállítani, hogy hogyan lehetne Izraelt még inkább elszigetelni a térségben, akkor például az emírségek volt, Jordánia, Bahrein volt az az állam, amelyik ezt tulajdonképpen megakadályozta. Több fajta érintettség van védelmi, ipar, együttműködés, turizmus, technológiai területen. Jordánia például függ az izraeli gázszállításoktól már az elmúlt években, ha ezek elmaradnak a Jordán gazdaságnak. Nagyon negatív a helyzete. És hát ne felejtsük el, hogy itt a, a Washington közvetítésével a tavaly szeptemberben bejelentették az India Middle East Europe Economic corridor amelyben az is ott szerepel lehetőségként, hogy Indiát a közel-keleten keresztül összekötni, egyfajta konnektivitási utat nyitni. Nyilván Washington ezt a kínai törekvések ellensúlyozását látja, vezet. ugyanakkor India nem, és a térség nem feltétlen, tehát különösen közel-keleti államok nem szeretnének választani India és Kína között, viszont valóban itt vannak olyan gazdasági jellegű lehetőségek, amelyek megállíthatatlanul elindultak, és hát ezeknek a szétszakítása nyilván nem érdeke egyik államnak sem. De, és ahogy ön is említette, itt azért az, az Egyesült Arab Emírségeknek nagyon erőteljesen figyelni kell arra, hogy viszont nem lehet figyelmen kívül hagyni a gázai kérdést, és hogy miután, hát október 7-e után ezek az országok ismételten élére álltak a palesztin kérdésnek, amely ugye veszített korábban a jelentőségéből, de most ismételten visszakerült az asztalra. Így valamilyen formában ezeknek az országoknak is hát ezt a politikáját nem lehet máról holnapra most megváltoztatni. Hogy ja, egyébként megállapodunk, de a palesztin kérdés megint nem oldottuk meg. Én azt gondolom, ez hiteltelenné tenni ezeket a, az országokat, és, és hát nagy kérdés, hogy mit fognak tudni elérni, az nyilván irreális azt mondani, most, hogy a két államos megoldása 67-es határok között Kelet-Jeruzsálem fővárossal. Lényegében különféle belső, regionális és globális okok miatt ez, ez az ötlet, ez jelen pillanatban már nem életképes, és várhatóan nem is lesz az az elkövetkezendő időben. Tehát itt mind az arab oldalnak, mind Izraelnek, mind a palesztin lakosságnak valamilyen kompromisszumot kellene találni, de jelenleg ez a minimális konszenzus, ez azt gondolom, hogy nincs meg, és az is világosan látszik, hogy azért nincs olyan külső aktor, az Egyesült Áll Államok sem az, amely mondjuk maradéktalanul képes lenne nyomást gyakorolni az összes állami szereplőre. Látjuk, hogy Washington hány dolgot fogalmazott már meg előfeltételként vagy kritikaként, és hogy ezeket azért alapvetően a térség szereplői nem nagyon veszik jelen pillanatban figy. Jelenben. Kína pedig politikailag nem szeretne annyira elköteleződni, hogy, vagy jelen pillanatban nem köteleződik el annyira, hogy ilyen értelemben összehozza a feleket. Tehát ezért van egyfajta vákum, amelyben hát azért még jelen pillanatban a katonai eseményeké a főszerep, tehát nincs tűzszünet, ugye a tárgyalások azok zajlanak Egyiptom, Katár, Egyesült Államok közvetítésével, nem közvetlenül, ugye ez is egy ellentmondás egyébként, hogy Izrael azzal a Hamasszal folytat közvetett tárgyalásokat, amelyeket nemhogy nem ismer el, hanem megsemmisíteni kényszer készül, tehát és ebben nem látszik a kiút jelen pillanatban. Amikor palesztin kérdésről beszélünk, akkor az hány embert jelentésük hol vannak most? Hát egyrészt a nyugati part és gázévezet lakosság, ez kb. 5 millió fő, tehát ebből 2,3 millió fő a Gázában, és közel 3 millió fő a nyugati parton de tágabban viszont hát a, a palesztin menekültek, akik a vonatkozó ENSZ menekültügyi szervezet, ez a bizonyos UNRWA, amit Izrael ugye többször kritizált, itt regisztráltak, itt több mint 5 millióan regisztráltak, de nem szabad abba a csapdába esni, hogy az 5 millióhoz hozzáadunk 5 milliót, mert a gázjövezet egy részén élő emberek egy része is regisztrált menekültként, illetve hát vannak az izraeli arabok, az izrael állampolgárainak a 20%-a, akit hivatalosan nem nevezünk palesztinoknak, de valójában azért, ha egy kicsit végig gondoljuk, akkor ők is ezen a történelmi palesztina területén élő emberek. Alapvetően a, menekültek nagy része azok a környező országokban találjuk, tehát ez a térség egyik nagy menekült válsága, tehát konkrétan Szíriában, Libanonban, Jordániában, Egyiptomban, és Jordánia az egyetlen ország, amely a palesztinok egy részének állampolgárságot adott, így a Jordán állampolgároknak nem tudjuk pontosan hány százaléka, de körülbelül a fele, különösen északon a főváros környékén palesztin származású. Azt lehet állítani, hogy a palesztinok két megoldást akarnak? Túlnyomó többségben, vagy valamennyien? Én azt gondolom, hogy igen, tehát, de, de, de azzal a megkötéssel, hogy ő, nyilvánvalóan ez az Izraelnek az elismerése, azért láttuk azt, hogy a, a Hamas nem ismeri el Izrael államot, és alapvetően Izrael eltörlésére szólít fel az, hogy a menekültek és a palesztin diaszpórában élők pontosan mit akarnak? Ezt, ezt ennyire nehéz specifikálni véleményem szerint. Számukra egy fontos identitásképző elem van, ez a visszatérésnek a joga, hogy ők visszatérhessenek eredeti lakóhelyükre. Igen, ám, de van, akinek eredeti lakóhelye az ma Izrael állam területén található. Most nyilvánvalóan nem izraeli fennhatóság alá szeretnének visszatérni, sőt, kutatások szerint egyébként ez inkább egy identitás formáló elem, de nem szeretnének visszatérni. Tehát mondjuk a jordániai palesztinok körében végzett felmérések azt mondják, hogy ugyan fontos ennek a jognak a hangoztatása, de nem szeretnének sem palesztin, sem egy tágabb izrael égisze szuverenitása alá visszatérni. A kérdés itt inkább az a nyugati part, hogy vajon, -e, és ezt nehéz megmondani jelen pillanatban, mert Egyrészt közelején kutatási adatoknak nem feltétlen lehet hinni, másrészt meg egy olyan traumák alakultak ki, igazából mindkét oldalon jelen pillanatban, hogy, hogy hát ne, nem tudjuk pontosan. De a izraeli, illetve a palesztinok különböző e, csoportjai azok úgy képzelik el a két állami megoldást, hogy abban benne van Izrael elismerése, aminek fogalmilag benne kell lennie? Hát a palesztin felszabadítási szervezet már 90, amelynek a legnagyobb politikai ereje a fatak, ez 93-ban elismerte Izrael államlétét, ez nem változott lényegében. Tehát ez az úgynevezett oszlói folyamatnak volt a, a vívmánya, és akkor cserébe ugye palesztin hatóság autonómiát kapott, majd az autonómia ötlettől megszületett a két államos megoldás, ez akkoriban egyértelműen a palesztin lakosság többségént támogatta, ugyanúgy, hogy az izraeli társadalom nagy része támogatta ezt az ötletet a 90-es évek végén, aztán jöttek a traumák mindkét oldalról, ugye Izrael számára az volt a várakozás, hogy békében biztonságban éljen, a palesztinok számára pedig, hogy kap több és több területet palesztin fennhatóság alá, és hát azt lehet mondani, hogy egyik oldalnak a várakozásai sem teljesültek. Tehát itt felnőtt egy olyan generáció, aki csalódott ebben a, ebben a két államos megoldásban. Ugye a palesztinok a nyugati parton ABC területre osztott övezetekben élnek, ahol a területek nagy része az nem palesztin szuverenitás alatt van jelen pillanatban, hanem izraeli ellenőrzés alatt, és a Évek óta nem volt előrelépés abban, hogy területeket átadjanak. Tehát ebben az értelemben persze, nyilván a palesztin lakosság nagy része nyugati parton támogatná ezt, ha megvalósulna, de azt látják, hogy nem valósul meg. Izraelben pedig nyilván támogatnák, de azt látják, hogy az október 7-éhez hasonló terrortámadásokhoz vezethet, hogyha még jobban Izrael kiengedi a területet. Másrészt pedig hát van egy történelmi hát misszió, tehát Izraelben gyakorlatilag Judát és Szamarát átadni lényegében a palesztin ellenőrzés alá, azt jelenleg szerintem egyetlen miniszterelnök sem teheti meg úgy, hogy egy demokratikus körülmények között el fogja veszíteni a lakosságnak a bizalmát. A csalódott palesztin generáció kigyűlölnek saját vezetőiket, mert nem értek el előre mozdulást, izraeli vezetőket, mert nem engedték, hogy előre mozdulást legyen. Hogy látják Hát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért látva itt a gázai eseményeket, tehát most ebben a helyzetben Izraelt alapvetően, az Egyesült Államokat, mégiscsak ugye azért az elmúlt két-három évtizednek a legfőbb külső szereplője az az Egyesült Államok volt, ami ugye ígéreteket fogalmazott meg, és hát ugye Egyesült Államok az, amelyik blokkolja jelen pillanatban az ENSZ-ben is például azt a palesztin államiságnak az elismerését. Ugye most nem régiben a, a múlt hétvégén volt egy szavazás a közgyűlés keretében, ismételten az Egyesült Arab Emírségeknek a kezdeményezésére, hogy vegyék elő újra azt a tervet, amelynek keretében a palesztin állam teljes jogú tagja lehet az ENSZ-nek. Ez ugye 2011-ben sikertelen volt az akkori szavazás, mert az Egyesült Államok megvétózta. Tehát azt látják lényegében a palesztinok, hogy az Egyesült Államok blokkolja ezeket a törekvéseket, és hát Izraelt, és egyébként hibáztatják a saját vezető is, beleértve egyébként mondjuk a nyugati parti lakosság azért a Hamaszt is, illetve a hát saját politikai erejét Mahmoud Abbas elnököt, aki, aki, ugye az elmúlt években mindig izrael hivatkozva nem volt hajlandó a hatalmat átadni. Amikor valakit agyonüt egy segélycsomag Gázában, akkor ő az ő családja kire haragszik? Hát valószínűsíthetően mindenkire itt, hát egy szörnyű, igen, humanitárius helyzet alakul ki a Gáza évezetben. Ugye most a zen szépen arról tett közé egy jelentést, hogy több mint 300 ezeren hagyták el Rafak városát. Különösen itt ugye, hogy Izrael elfoglalta a Rafaki határt, így lényegében a segélyszállítmányok egy jelentős része már nem jut be a gázévezett területére, különösen hogy az üzemanyag hiányzik, az üzemanyag kulcsfontosságú a kórházak, tiszta víz, és lényegében mindennek az üzemeltetéséhez. Hát a másik oldal nyilván pedig Izrael arra hivatkozik, hogy de négy izraeli katona megint életét vesztette, mert a Hamas megtámadta őket Észak-Gázában, de valóban akár az ENSZ, akár az Egyesült Államok nyilatkozatait nézzük, megint nehéz helyzet van a gázévezetben, és én azt gondolom, ha megindul a Rafaki hadművelet abban a formában, amit már az Egyesült Államok is úgy értékel, hogy Izrael átlépi a vörös vonalat, akkor ez nehéz. Izrael megnyitott egyébként Észak-Királyban egy határ átkelőt, ahol jutnak be segélyek ellenőrzött formában, de ezek nem elegendőek 2,3 millió embernek az ellátásához. Hogyan értékelik Izraelben az amerikai, meg most már európai palesztin párti egyetemfoglalásokat, amelyek azt követelik, hogy az Izrael állammal való minden kapcsolatot az egyetemük szüntessen meg? Hát alapvetően negatívan és az antiszemitizmus egyik hullámaként értékelik, főként miután ugye a huszi lázadók azt is bejelentették, hogy szívesen fogják azok, fogadják azokat a, az amerikaiakat, akiket kirúgtak az egyetemről. Tehát, tehát abszolút negatívan látják, ugye hát jelen pillanatban az Egyesült Államokban éppen a diplomaosztók sora van a naptának ebben az időszakában, és már Ugye több egyetem bejelentette, hogy nem fogják megtartani ezeket a diplomóztókat. Itt a Kolumbia Egyetem ezek közül a leghíresebb, mert tartanak attól, hogy valamilyen botrányt csinálnak a, a hallgatók. Tehát az amerikai egyetemek azt lehet mondani, hogy a terepeivé váltak ezeknek a tüntetéseknek. De miért? Hosszú ideig nem voltak a terepei csak a támadásra adott izraeli katonai válasz miatt? Én azt gondolom, hogy természetesen nem. Ez, ez összefügg az amerikai társadalom változásával politikai csoportokkal és sok egyéb folyamattal, amelynek keretében hát ezek az egyetemi vezetések elég nehéz helyzetbe kerültek, hogy ugye többeket arra kényszerítik, hogy szakítsák meg a kapcsolatokat, miközben egyébként pedig amerikai üzleti cégek, különösen technológiai par vagy védelmi par területén pedig kifejezetten támogatják az izrael való együttműködést, tehát minthogy ebben a kérdésben ez egy olyan be a politikai kérdésé vált volna, hogy ketté szakadt a, a társadalom, és a, hát az amerikai értemeken látjuk ezt a ezt a, a mozgalmat, amely hát elsősorban szeretné az izrael való kapcsolatok megszakítására rákényszeríteni az egyetemi vezetést. Valamely politikai oldalhoz köthető szála? Hát inkább ez alapvetően egy a, a baloldali mozgalmakhoz kötődik az egyesült államokban, és hát az a nyilván nem csak a az ott élő palesztin közösség, hanem lényegében elég sokan részt vesznek ebben, bár pont most lehetett olvasni arról, hogy a másik oldalon izrael szimpatizáló csoportok is vannak, például az iráni zsidó közösség Los Angelesben, uh, itt uh, fur furcsa módon Tehrangelesnek is nevezik a várost, ott él az egyik legjelentősebb iráni diaszpora, pedig kifejezetten Iránnal uh, szimpatizál, és hát az egyetemek válnak kvázi ennek a pro-kontra álláspontnak az ütköző zónáivá, ahelyett, hogy hát főként a tudományos dolgokra, meg az oktatásra fókuszálnának, és úgy tűnik, hogy az egyetemi vezetések így több tűz közé is kerülnek. A Iránnal a kölcsönös és hát országokon átívelő csapások után az eredeti feszültségi állapotra tért vissza Izrael viszonya, vagy annál most rosszabb? Hát én azért azt gondolom, nem lehet úgy tekinteni, hogy nem történt meg ez a kölcsönös válaszadás, amely véleményem szerint azért részben abból adódik, hogy a két ország eltérően ítélte meg azt, hogy a másik hogyan fog válaszolni. Tehát nevezetesen Izrael, amikor a szíriai konzulátus ellen támadást intézett, biztos, hogy nem számolt azzal, hogy lesz egy közvetlen iráni válaszcsapás. Soha nem volt előtte. Soha nem, előtte. nem volt előtte. Igaz, hogy ilyen közvetlenül iráni állampolgárs, állampolgárokat sem gyilkoltak meg Szíria területén. Izrael ölt már meg iráni állampolgárokat Szíria területén, de nem ilyen direkt módon. És hát valószínűsíthetően ezek a elkalkulált, félrekalkulált események vezettek ehhez a magasabb szintű ellentéthez. Én azt gondolom, hogy, hogy sokkal inkább jelen pillanatban a kérdés az az iráni nukleáris programnak a továbbvitele. Tehát egyre több kérdést tesznek fel Izraelben azzal a kapcsolatban, hogy mi van akkor, hogyha Irán lépéseket tesz, hogy minél gyorsabban atomfegyverhez jusson, és Iránból is érkeznek most már olyan hírek, amelyek azt mondják, hogy az Ali Hamenei által kiadott fetvát felül kell vizsgálni, mint ismeretes a legfőbb vallási vezető azt mondta ki egy jogi véleményében, hogy Irán nem fog, mert hogy iszlám ellenes az, hogy katonai célú nukleáris fegyvert működtessen, szerezzen, vagy szerezzen ilyen technológiát, és hogy a jelenlegi folyamatok azok esetleg ennek a doktorának a felővizsgálatához vezetnek, ami azt jelenti, hogy ellenőrizetlenül zajlanak az események, és hogy Izrael nem tud kázi semmit tenni, hogy megelőzze ezt a, a programot. Ugye nyilván felmerül preventív csapás, különféle technológiai támadás az iráni létesítményekkel szemben, amit már a korábbi években is láttunk de, de minden esetre Hát ezért is lenne fontos például az, hogy az Ábrahám egyezményeknek Szaudarábia arábia is a részese legyen Washington szemszögéből. Tehát azt gondolom egyébként, hogy egyik országnak sem célja, hogy közvetlen háborús konfrontációba kerüljön, de van egy-két vörös vonal azért mindkét ország szempontjából. Ilyen lehet például Iránnak, hogyha Izrael komolyabban beavatkozik Libanonban, a Hezbollah-kal szemben. Ez lehet, ez kiválthat esetleg iráni katonai reakciókat. A másik oldalon pedig az iráni nukleáris programnak a továbbitele, Izrael számára egy red line nak tekinthető, amelyet hát leginkább meg kellene izraeli olvasatban előzni, és hogy most vannak azok a napok, amikor meg tudja előzni. Tehát én nem mondanám, hogy csökkent a feszültség, de közvetlen nem érdekelt senki a... Konfrontációban, hiszen Izrael sem szeretne az egész világgal vagy az egész közel-kelettel harcban állni. A közel-keleti arab államok nem idegesenek, hogyha Iránnak atomfegyvere lesz. Tehát ők hogy állnának hozzá, hogyha Izrael csinálna egy megelőző katonai csapást? Hát ahhoz sem állnának pozitívan, de ahhoz sem, hogyha Iránnak atomfegyvere lenne. Tehát nyilván ez nem cél. Egyébként a, ebben a szaudi-amerikai tárgyalásban az is egy szaudi feltétel, hogy az Egyesült Államok ismerje el a civil célú nukleáris programot. A térség több állama békés célú energiatermelés szempontjából szeretne nukleáris programot létesíteni, ilyen van az eménységeknek, és ezek a törekvések Szaúd-Arábiában is megjelentek. Jelenleg ugye Szaúd-Arábia és Irán között nyitottak a kommunikációs csatornák, tehát 2023 márciusában helyreállították a diplomáciai kapcsolatokat, ami azt jelenti, hogy a feszültségek azok nem szüntek meg, vagy a problémák a két ország között, de tárgyalnak egymással, például a palesztin kérdésben. Egy esetleges nyílt katonai célú atomprogram azonban változtathat ezen a helyzeten. Ehhez azonban Iránnak nyíltan ki kell tenni az asztalra, ugye Irán jelen pillanatban tagadja és azt mondja, hogy ezzel a, a fetvával, amit tehát az iszlám nevében adtak ki végül is, hogy nem, nincs ilyen katonai célú nukleáris program, csak a civil célú, amihez Iránnak pedig joga van. Igen ám, de azt is tudjuk, hogy kvázi 2018-19 óta Irán ellenőrizetlenül viszi tovább ezt a nukleáris programot, amelyben hát az urándúsításnak például olyan százalékát ért el, ami azért nem a civil célú programhoz szükséges, nem beszélve a rakétafejlesztésekről. Ki arab állam is azt mondja, hogy neki kell polgári célú nukleáris erőmű. Ezt komolyan gondolja? A legnapsütöttebb része a Földnek naperemeket kéne telepíteni, nem? Ez, ez nem túl... Látszó? Én azt gondolom, hogy ez is zajlik a háttérben, tehát egyébként Kína a legfőbb befektető a megújuló energiaforrásokba. Ugye ezek a közel-keleti országok, különösen Szaudarábia és az eminségek hosszú távra terveznek. Jelenleg egy olyan program van, amely mindenképpen a, az olajra épülő gazdaságot diverzifikálná, ez például a Szaudarábia 2030 javaslat, és ebben az szerepel, hogy azért a nukleáris energiának is legyen szerepe, nyilván itt jelenleg amerikai védőernyő mellett, és hát nyilván valamilyen amerikai garanciát adva, hogy ez nem katonai célokra lesz fordítva, tehát csak kontrollált keretek között, és hát mivel az Egyesült Államokkal ugye együttműködő országokról van szó, én nem gondolom, hogy kockáztatnák azt, hogy itt egy katonai célú programra kerülne sor a részükről. Köszönöm szépen a magyarázatot. Csicsman László közelkelet szakértőt a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárát hallották. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják, majd nem kell utána keresgélni. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója Hold. Az év alapkezelője 2024-ben.